Még a járda is izzik Dunaújvárosban, ami nem csoda, hiszen a nappali hőmérséklet 33-38 Celsius fok között volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ezért kedre is az egész országra kiadta a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést a tartós hőség miatt. A nagy meleg a városlakókat különösen megviseli. Hát én amúgy is elég nehezen bírtam mindig a meleget, de nyilván amióta kismama vagyok, egy kicsit jobban megvisel. Szokták mondani, hogy a kismamák így körülbelül 5 fokkal melegebbnek éreznek mindent, hát ezt most meg is tapasztalom tényleg. Nekem személy szerint a legnagyobb nehézséget azt ilyenkor az étkezés jelenti, ugyanis főtételt azt egyáltalán nem kívánok ebben a nagy melegben, viszont a gyümölcsök meg annyira nem laktatnak, úgyhogy ezt így össze kell nagyon szervezni. Sokat vagyok éhes, sokat vagyok így, igazából jobban kimerülök a meleg miatt, de hát mindig figyelnem kell a folyadékbevitelre, meg hát mindig van nálam legyező, és akkor így kicsit jobban lehet bírni. Délelőtt sétálok egy-két órát, és otthon ventilátor, hűvösen, így ki lehet bírni. Sok folyadék, víz, ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz, illetve kenem magam rendszeresen, és igyekszem nem a napon lenni. Otthon klíma, ennyi. Folyadék. Hidegvízzel, meg hát jeges üdítővel. A tartós kánikula miatt az országos tiszti főorvos szerda éjfélig az általa kihirdethető legmagasabb fokozatú hőségriadót rendelte el. Az előrejelzés szerint azonban szerdán érkezik egy hidegfront, amely enyhíti a hőséget.